भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण akkor ma beszéljünk, hát elkezdjünk egy szemináriumot, Namatatva, ez a neve, a Szent Névnek a természete, és nézzük meg, hogy meddig haladunk. Ma fogunk beszélni egy kicsit, hogy miért valakikre nem hat, hát hat mindenkire, van hatása, de miért valakik nem éreznek, valakik éreznek a hatását. Mantrázásnak, a Szent Névnek, a vibrációnak, mi történik belül, és ahhoz, hogy valaki érezzen, hát miért érzünk, miért nem érzünk, és ahhoz, hogy érezzen, mit kell csinálni. Jó. Igen. A téma van megbeszélve egyik rész, Csitányi Csaritamritába, Madhya Lilába, hú, hányadik fejezet? Elfelejtettem a fejezetet, 20-100 versek körülbelül. A fejezetnek a címe Úr Csitánya vissza, vagy visszatér Vrindávanból. És mikor jön vissza Vrindávanból, akkor Benáreszbe, Benáresz vagy Varanasi, ez ugyanaz, ott megáll, itt találkozik Mayavadikkal. Mayavad gyakorlókkal, szanyászikkal, főleg Prakashananda Sarasvatival, és ott van egy párbeszéd egy brámanával, ahol pont beszélnek a Szent Névnek a működéséről, és Srila Prabhupád magyarázatban is fontos dolgokat említi. Szóval így az alap, ami alapján megyünk ma. Akkor, mikor jön, megérkezett Úr Csaitanya Vrindávanból, jött, énekelt, táncolt, énekelt Hare Krishna mantrát, és mikor látták, amikor ő megérkezett a Varanasiba, akkor ez nagyon szép, nagy, magas, eleve 2 méter, a bengáliak nagyon alacsonyak, szóval ott nagyon kontrasztos volt, és mikor ő jön aranyszínű, ragyogó, és énekel szent nevet, akkor egyik brámaná, aki szokott járni Prakashananda Sarasvatihoz hallani az ő leckéket, ő is látta Úr Csaitanyát, és amikor látta, akkor rögtön átitatta őt ez a lelki extázis, és átérezte ő is, hogy hihetetlen, hogy így elveszítette a külső világnak a tapasztalatát, az érzetet, nagyon nagy boldogság, szeretet, szóval egy hihetetlen olyan élményt kapott, ami ideig meg sose kapott. Hiába hallgatta sok leckét Mayavad filozófiából, ahol próbálnak félelemből megszüntetni egyéniségüket, és beleolvadni a brahmanba, és személytelenbe beleolvadni, és akkor így lenni személytelen brahman. Nagyon sok leckét hallotta, de ez, amit Úr Csaitanyától tapasztalta, amikor látta őt, és ő is részt vette, az nagyon hatásos volt. És ő nagyon sietett a Prakashananda Sarasvatihoz, hogy megosszon vele. És mondta neki, hogy hihetetlen, azt mondja, ki ez a szanyászi, olyan csodálatos, hogy ilyen még olyan tapasztalatom még sose volt. Megy, énekel, táncol, és ez a tánc, ez az ének, amit énekel, az a Szent Név, ez olyan nagy hatása,
hogy az én szívem megváltozott. Így érezni a világot, minden ennek hatása alá, ez még sose volt. És akkor így nagy örömmel megosztotta. Ami utána megsajnálta. Tudjátok, mikor mi is valamit akarunk megosztani valakivel, nem mindenkivel megosztunk. Majd valaki elrontja nekünk azt az élményt. Prakasan Adaszaraszáti oda tartozott, akik rontanak a élményeket. Ő azt mondta, ja, tudom, ez a Jagannath Puriból a szanyászi, ismerem, persze, szentimentalista, ismerem, igen, ő szokott énekelni, táncolni, de nézd, látod, te is most kezdesz megörülni az ő hatására, ezért jobb, ha nem társulsz vele sokat, mert ugyanolyan táncos leszel te, mert annak idejében, idején táncolni Indiába, utcán, énekelni és táncolni, ez nagyon furcsa volt. Ez nem, hogy tiltott volt, de majdnem. Nem kimondott tiltás, mondjuk így. És mondta, hát örült leszel te is. Szóval, és Brahmana meglepődött, hogy hogy lehet, hogy mikor ő ezt tapasztalta, és volt egy hatása, de Prakashananda Sarasvatira nem volt ez a hatása. Utána ő találkozott Úr Csaitanyával, és neki meséli, pont ilyen 126. versnél, ott kezdődik, hogy ő azt mondja, hogy én itt ott voltam, láttam, hogyan énekelsz, utána elmentem, elmeséltem, és nem értékelték. És akkor Úr Csaitanya válaszol, igen, hát mivel ő sértő, az Amaya Vatsanyászik, ők sértők, ők nem képesek. Ők nem éreznek semmit, mikor hallják a szent nevet, nem éreznek. Te éreztél a eredeti hatását a szent névtől, de ők nem éreznek. Mint a Srimad Bhagavatamban van ez a vers. A második ének szerintem. Tehát Asma Száram Hridayam Batédam. Akik nem sírnak, nem könnyeznek a szemei, miután hallják a szent nevet, azoknak a szíve vasba van be. Acélkeret, páncél. Acél páncélban van bekovácsolva a szívük, igen. Szóval, és ez történik azzal, aki nek ilyen hatása van, vagy akinek sértő, ez egy dolog, de ugyanaz történik emberekkel is, hogy még megnézzük, hogy vannak sok emberek, akik először eljönnek, és meghallják Hare Krishna mantra éneklését, akkor rögtön valakik boldogságot éreznek, valakik sírni kezdenek, nem értenek, mi történik, de először életében semmit nem tudnak róla, de tapasztalnak ennek a erős hatását a szent névnek. Szóval ez a szent névnek a lelki energiát át tudnak tapasztalni. És mert a tudatunk, a citta, amivel rendelkezik az ember, az ok annak, hogyha valaki tud érezni a szent nevet, vagy nem tud érezni a szent névnek a lelki energiáját, mint például vannak különböző fémek, vagy ilyen áram átvezető anyagok. Van olyan anyag, ami nagyon jó vezeti át az áramot, és vannak olyan anyagok, ami teljesen blokkolja az áramot, mint a műanyag. A fém, a réz nagyon jól vezeti az áramot, de a műanyag nem vezeti az áramot. És ugyanúgy, hogy a tudat, attól függ, miből van a tudatja az embernek, ez a citta, hogyha tiszta, akkor ő tudja tapasztalni, tudja vezetni ezt a lelki áramlást, és tud tapasztalni boldogságot. És ezért ezek a személyek, akik jönnek, ők tudnak ezt tapasztalni, és kérdeznek, ez mi volt? Mi történt? Mi volt? És valaki mondja, hát nem tudom, de én mintha ezt kerestem egész életemben. És akkor itt teljesen megnyugszik, és békés lesz, és itt tovább. Az történik, amikor valaki
énekel Hare Krishna Maha mantrát, akkor a citta, hát hogy mondják, citta, tudat, szív tágolni kezd. És ez a szívtágolás, vagy a tudatágolás adja lehetőséget, vagy teret a boldogságnak. És akkor nagyon-nagyon boldog, nagyon széles tudat, nagyon nagy tudat, és akkor ember tapasztal boldogságot. És fordítva, amikor valaki stresszel, aggódik, akkor beszükül a tudat, ember bezárkozik, és akkor nagyon boldogtalan. A Szent Névén hatása tud azoknak, akik tud vezetni jó az áramot, mondjuk a tudatja, akkor az szépen ki tudja tágítani, és akkor nyitott tudat, nyitja a tudatot, inkább lehet, hogy így mondjuk, megnyitja a tudatot, és akkor tapasztalja a boldogságot. Jó, mi történik, amikor függetlenül, ez most egy dolog, amit történik, hogy valakik tudnak tapasztalni, valakik nem, és ez nem csak úgy, valaki igen, valaki nem, hanem ez egy nagy spektrum. Eléggé legnagyobb olyan boldogságért, ahol valaki nem is érti, mit csinál, sír, meg libabőrös lesz, meg minden. Itt teljesen semmi érzésért, és ezek között egész spektrum. Mert mindenki másféle dologgal, szeméttel rendelkezik, vagy finom testnek, tudatnak a szennyeződésével rendelkezik, ezért ez egy sokféleképpen működik. Mindjárt ezeket fogunk érteni, amikor elkezdünk beszélni tovább, hogy hogyan, mi történik, amikor valaki szent nevet vibrálja. A Kapila Dev, ő magyarázza, hogyha valaki vibrál szent nevet, vagy bhakti jogát gyakorol, akkor mi történik? Magyarázza, hogy van gyakorlatilag kettő, hasonlítja össze emésztéssel. És azt mondja, amikor az emésztés működik, amikor valaki eszik, akkor az étel, amelyikbe bekerül, az kettével lesz osztva. Az egy rész ételből az a toxinokkal együtt ki lesz vezetve a szervezetből, a második fele az ételnek át lesz alakítva a szervezetnek az energiává. Folytatja Kapila Dev, és mondja, ugyanúgy, amikor bhakti energia, akár a szentnémnek a vibrációja be fog jönni, akkor ott bejön a szervezetbe, az embernek a finom testébe, csittába, mert ott történik a megemésztése, és egyik rész, hogy azok, amik vannak nekünk, toxinok, mentális toxinok, rossz szamszkárok, sérelmek, félelmek, amik vannak a tudatukban, a szent név ezeket ki fog vezetni, szépen kitisztítja a tudatból. És ugyanakkor már ez az egyik, hogy méregtelenít mondjuk a tudatot, a szent név, a másik az, hogy a szent név, ahogy táplálja az étel a testét, és ettől nő a test, Kapila Dev mondja ugyanúgy, a lelki test nő. A szent név táplálja a lelki testet. Aztán természetesen valaki mondja, hát én már ennyi évet vibrálok, hol a lelki testem, nem látom. Hát ezt nem látjuk, mint mikor mi kicsik voltunk, mi sosem láttunk, mikor nőttük. Ki látta magán, hogy ő nőtt? Mindig kérdezte, mikor már nagy leszek, vagy fordítva, én már nagy vagyok, ez a kettő volt. De általában nem tapasztaltunk. Ugyanúgy lehet, hogy mi most egy szempontból nem tapasztalunk, aztán majd fogunk máskor beszéljünk, más leckékén, amikor ott meg is nézünk, hogy lehet megállapítani, hogy lelkileg nő a lelki testem, vagy nem.
Szóval így magyarázza Kapila Deu, hogy akkor az emésztés, ugyanúgy, hogy emésztés bizonyos folyamatokat végez a szervezetünkben, ugyanúgy bhakti jóga, odaadó szolgálat végezi változásokat finom szinten a tudattal. És táplálja a lelki testünket. És amikor ez történik, amikor a testből eltávolítja a Szent Név ezeket a szamszkárokat, vagy vágyokat, vagy traumákat és a többi élményeket, akkor kezd érzékeny lenni. Mert akkor nem érzékeny valaki, akinek túl sok szemét van a tudatban, a toxin. Akkor nem tud érzékelni. Akkor érzékelni tud anyagi dolgokat csak. De a lelkét nem fog tudni. Ez a probléma. Amikor gyakorol, akkor ez az érzékenység fog nőni fölfele. Ebből is lehet mondjuk látni, hogy mi, hogyan lehet tudni, hogy nő a lelki testem, kezdek érzékeny lenni a Szent Név vibrációra, az odaadó szolgálatra, bármi, ami lelki dolog, akár könyv, akár filozófia, bármi, ami Krisnával kapcsolatban van, az nagyon fog engem vonzani. Mint ez a brámana, akivel most történetben vagyunk, ő nagyon érzékelt. Prakasarada Sarasvati nem, aztán utána persze ő is beérzékelte, miután Úr Csaitanya társaságába került, mert mikor kerül, együtt, mikor találkoztok, előtte Prakasarada Sarasvati nagyon kritizálta Úr Csaitanyát mindenkinek. Ó, hát ez egy szentimentalista, ezek szanyásziknak nem ez a dolga, hogy énekeljenek és táncoljanak mindenki előtt, ez mi ez az egész? Szanyásziknak az a dolga, hogy Vedanta tanulmányozzanak, és hogy tovább, és hogy tovább. De amikor már találkoztak, akkor ő alázatosan fogadta, és akkor mond, igen, hatás alá került, mikor meglátta Úr Csaitanyának a szépségét, a lelki potenciát érezte, valamilyen szinten azért, és akkor mondta, hát én úgy látom, te egy nagyon jó szanyászi vagy. Csodálatos szanyászi vagy, és olyan látszik, hogy nemes szanyászi vagy, csak nem értem, hogy miért csinálsz ilyen alacsony dolgokat, ami nem illik egy szanyászinak. Miért táncolsz és énekelsz? És akkor Úr Csaitanya mondta, hát én nem táncolok, nem énekelek. Engem kényszeríti a Szent Név erre. A Szent Név, Krishna vibrál, Krishna táncol, és akkor én is táncolok. És okay, persze utána kis idő múlva már megváltozott a szíve Prakasananda Sarasvatinak, de érdekes, hogy a Benáreszben, vagy Varanásziban mai nap vannak Mayavadik, nagyon sok Mayavad filozófus van, és ott mai napig, már nem tudják, hogy miért, de mikor tartanak leckéket, akkor mindig Hare Krishna mantrát vibrálják. Az elején vagy a végén, nem tudom, de mi mai napig nem tudják miért, mi tudjuk miért. Mert Úr Csaitanyával társultak. Okay. De akkor mire van szükség nekünk, hogy ha mi megkapjunk ezt a lelki tapasztalatot? Mire van szükségünk? Hát kettő dolgot. Az első, ami nagyon fontos, ezt magyarázza Bhaktivinoda Kúr is, Nama Csintámani Krishna, Csaitanya Rasa Vigraha, Purna Sudha, Nitya Mukta, Binatvam Nama Namina. Hogy először nagyon fontos, legalább elméleti szinten, ez mondja Kapila Dev is, Jiva Goswami is ezt mondja, hogy első lépésben, hogy legalább elméletileg elfogadni, hogy Binatvam Nama Namina, hogy Nama Csintámani Krishna, szóval bízni abban, hogy Nama, a Szent Név, Csintámani Krishna.
ő teljes mértékben meg tudja változtatni a mi szívünket, Csintámani. Hogyha megérinti a mi tudatunkat a Szent Név, akkor meg tudja változtatni. Csaitanya Rasa Vigraha. Hogy ez a Szent Név, ez a tudatos, és ez a hangvibráció, de ez Krisnának a formája. A hangformában maga Isten, a hangformában megnyilvánul maga Isten. Purna Shuddha, teljesen tiszta, Nitya Mukta, öröki felszabadult, és Binatvam, az Abinatvam, Nama Namina, és hogy Nama, az a név, Abina, nem különbözik Namintól, a név tulajdonostól. Ez elsősorban legalább, hogyha nem, nincs mély megértés, de én elfogadom, hogy a Szent Név, Hare Krishna mantra, és Isten, ez egy és ugyanaz. És ő képes mindenre, ő meg tudja csinálni. Szóval meg tud változtatni engem. Ez az első lépés, ami kell, hogy ez a meggyőződés, de legalább teoretikus, mondjuk elméleti. Először elméleti. Hogyha az megvan, akkor utána következő mit kell csinálni. Ez a vers az Padma Puránából van. Utána van a második Padma Puránának a verse, ami tovább mondja, hogyha megvan neked ez a hit, ez a bizalom, elfogadtál, akkor Atá Sri Krishna Námadi Nabhavet Grahyam Indriya. Amit azt jelenti, Atá, hogy nem lehet megismerni Sri Krishna Námadi. Szóval, hogy igazából én magam nem tudok megérteni Krishnát. Krishnának a természetét, a nevét. Én ezeket nem tudom, de én hiszek, hogy ez úgy, hogy Krishna és a Isten és a Krishna és a Szent Név, ez egy és ugyanaz. Nabhavet Grahyam Indriya, ugye ezek érzékekkel, elmével nem tudok így megfelfogni, de bízzuk, hogy ez így van, hiszek. És Sivan Mukha, és akkor itt kell, itt a lényeg, hogyha én bízok ezekbe, és akkor ehhez a bizalom felébreszti bennem vágyat szolgálni. Seva Unmukha. Felébreszti ezt a Seva Adikár, ez a képesítés és vágyat szolgálni, és elkezdek szolgálni. Jihva Dao, Jihva, az azt jelenti, hogy nyelv. Hogyan kezdek szolgálni? Nyelv, az az első szolgálat. Seva Unmukha. Seva Unmukha. Elkezdek. Szóval akkor ez a második, hogy el kell kezdeni. Szóval kell bizalom, és kell gyakorlat. Ez a kettő. Bizalom nélkül gyakorlat sokáig fog működni, nagyon sokáig. Nagyon lassan fog hatni, de amikor van jó bizalom és minőségi gyakorlat, akkor mi lesz? Svayam Eva Spuratyada. Akkor Svayam Eva, az azt jelenti, hogy Krishna saját maga fel fog tárolni magát. A Szent Név megnyílik. Szent Név, ugye Náma, utána lesz Rupa, Guna, Lila. Szóval Krishna meg fog nyilvánulni magát. Erről mondja Rupa Goswami is egyik imába, versben, hogy ugyanúgy Krishnát megérteni saját erőfeszítésből, a elme spekulációval az lehetetlen. Mint hogyha napot. Hogy akarunk napot megtalálni, nem tudjuk megtalálni a napot most. Hogy most este fogjunk bármennyi zseblámpát, használtunk zseblámpát? Elmegyünk most gyakorlatra. Tréning, Szent Név tréning lesz. Elkezdünk keresni a napot zseblámpákkal. Nem találjuk, nem lehet. Ahhoz, hogy meglássunk a napot, mondja Rupa Goswami, ahhoz maga a napnak fel kell kelni. És amikor ő fel kell, akkor már nincs szükség nekünk semmi zseblámpára, hogy keresünk, mert akkor nyilvánvaló lesz itt a nap.
mert úgyis világos lett. A szentné ugyanúgy működik. Isten ugyanúgy működik, mint a nap. Mert pont ezzel a Rupa Goszvám is ezzel hasonlítja össze, hogy téged Krisna sose lehet elérni, hogyha te nem jönnösz el, mint a napot. Itt is ez a vers, Svayameva Spuratyada, az pont ugyanarról mond, beszél, hogy saját akaratából, amikor mi jól vibráljunk, van ez a bizalom, akkor ő maga lesz, segít nekünk elérni magát. Jó. Gondolkoztam egy történeten, de majd kicsit később. És van egy nagyon jó vers, ami így mondhatjunk ezt az egész filozófiát, amit most kicsit így próbáltunk beszélni, így egy versbe tartalmaz, egy összezárja. Om asya jananto nama chit viviktam, amit azt jelenti, om asya jananto, a nagy bölcsek, akik fordulnak az a legfelsőbb úrhoz, ők azt mondják, asya jananto, a te nevet mi nagyon alig értjünk valamit. Nagyon keveset ismerünk a te nevedet. De a te nevet Chitviviktan, lelki természetével rendelkezik. És ezért maha. A maha az azt jelenti, hogy ha bármi keveset értjünk a szent névedből, annyira dicsőtés és annyira mély a tudománya a szent névnek, hogy mi nem tudjunk ezt megérteni, de annak ellenére, hogyha mi vibrálunk, akkor maha, akkor a te szent neved saját magát megnyitja, feltárolja. Svatah Pramana, mondják, hogy mint Krishna és a szent név, Svatah Pramana, ő maga kell, hogy megnyilvánuljon. Ugyanúgy, mint a nappal. Ha akarok látni napot, akkor ahhoz kell, hogy ez a nap felkeljen mi előttünk. Szóval ez a Mahaste Vishnu Sumatim, az azt jelenti Sumatim, hogy az én intelligenciám fel lesz világosodva. És én képes leszek attól, hogy én vibrálok a te nevet, még akkor is, hogyha nagyon keveset értek, de én elkezdek először, kapok ezt a képesítést, hogy érezzek a szent névnek a lelki potenciát, és utána majd látni fogok Krisnát. És akkor Om Tat Sat, azt mondja ez a vers a végén, Om Tat Sat, ez azt jelenti, hogy Om, ez az Istennek a neve, Tat, ő, Sat, öröki valóság. Om Tat Sat, ő a öröki valóság. Szóval itt, amit ez a Rigvédából van, és ez a Rigvéde vers eléggé jó összefoglalja az egész, mondjuk Nama Tattvát igazából, hogy hogyan működik a Nama Tattva. Mint a régi, egy történetet elmesélek, valamikor régen itt meséltem, de lehet, hogy elmesélek még egyszer. Pont a egyik a Mayavad volt, Padmapada, ő Shankaracharyának a tanítványa volt, Sanyasi, és Padmapada mondta neki, hogy neked kell elérni mantra siddhit. Szóval mantra siddhi az, amikor már a mantranak az istensége megnyilvánul. Ha valaki vibrálja Sivának a mantráját, akkor annak a mantra siddhi, hogy Úr Siva megnyilvánul előtte. És neki Padmapádának mondta Shankara Acharya, hogy oké, akkor neked Nrisimha mantrát adok, mennyi erdőbe meditál, és akkor majd ott fogod tapasztalni.
És akkor elmentünk. Erdőbe leült, ott mantrázik. Közben látja, hogy egy ilyen vadász sétálott az erdőbe. Ilyen. Hát vadászok Indiában az ilyen, úgy mondjuk, hogy kicsit vadabb faj emberekhez tartoztak, nem egy ilyen kifinomult brámanák, akik tudnak érezni dolgokat. Egyszerű ember. És a vadász, mikor meglátta brámanát, aki ilyen kis vékony ott ül, akkor mondta neki, hogy mit csinálsz itt? Hát én vagyok Padma Páda, én itt jöttem, és akkor gondoltam közben, most mit mondjam, mit, miért jöttem ide erdőbe? Úgyse fog érteni, hogy erdőbe meditálni szoktak járni, az nem érti. Akkor mondta, hát én, te vadász vagy? Én igen. Hát én is jöttem ide elkapni egy állatot. Tényleg? Hát milyen állatot akarsz elkapni? Hát ez a neve, hogy Nrisimha. Várj csak. De ilyen nincs itt. Ilyen állat, biztos, hogy Nrisimha? Igen, igen, Nrisimha. Pont erdőben szokták lenni ilyenek állatok. És akkor mondja, ne haragudj, de tényleg itt nincsen, nyugodtan mehetsz haza, itt ilyen nincsen. Azt mondja, hidd el, hogy van. És, de hogy néz ki? Legalább mondd el, mert én még ilyet még sose hallottam, egész életemben itt élek. Hát úgy néz ki, hogy a test olyan, mint az emberi, de a karmai és a feje, arca olyan, mint az oroszláni. Hát esküszöm, nem, ilyet nem láttam, mondta a kedves vadász. De nagyon megtetszett neki Brahman, aki jóságban volt, és nagyon tisztességesen vele beszélt, és azt mondta, tudod, te csak maradj itt, én megkeresem neked ezt az állatot, elhozom ide. Neked, mert én ismerem itt minden erdőbe. És elkezdte mosolyogni, Padma Pada, és akkor azt mondta, ne mosolyog el, én komolyan mondom, én 3 nap alatt idehozom neked, hogyha nem hozom el, akkor végezem az életemnek. Miért? Mert a brámanának megígértem. Egy brámanának, hogyha megígértem, akkor nekem ezt meg kell tegyek. És akkor elment. Elment, keresett. Nrisimha, hol van ez a Nrisimha? Hol van Nrisimha, Nrisimha, Nrisimha? Oda nem nézte. Ment, keresett, keresett. Nem találta, lefeküdt aludni. Másnap megint keresett, 3. nap már minden fűsza alá, már mindenhova, már többször átnézett mindenhol. Tudjátok, mikor mi is otthon nem találunk kulcsot valamit, akkor 10-szer átnézünk a táskát, 100-szor átnézünk ugyanazt a szekrényt, a zsebeket, ahol már úgy sincs, de még mindig keres, hát ha ott lesz. Szóval körben ment, nem találtam. Nagyon szomorú volt, azért szomorú volt, hogy brámanának megígérte, és csalódást fog okozni. Azt mondja, akkor nekem nincs helyem ebbe a világba. Akkor fogta, megkereste, kiválasztotta egy liánot, egy jó erőset, felmászott egy fára, jó erős fára, rákötötte ágra, csinálta egy húrt, berakta a húrba a fejét, és akkor itt nézte, hogy hogyan ugarja le. Az már este volt, alkonyat, szürkület, és akkor itt nézte, hogy oda ugorjak, hogy most nem neki ugorjak a fának. De aztán nézte, mi van, valami furcsa, mi az? Ó, látja, áll valaki. Jajsisi Lakshmi Simadeva Bhagavan Ki Jai. A teste olyan, mint az emberi, de a karmai és az arca, a feje olyan, mint az oroszláni. Nrisimha! Majdnem meghaltam. Hol voltál idáig? Téged kerestem. És akkor Nrisimha mondja neki, hát tudod, az a lényeg, hogy én általában alkonyatban csak jelenek meg. Ne haragudj. És akkor teljesen ilyen nagy mosolyal elégedett, boldogan lemászott, fogta lián magával. Na, akkor itt vagy. Körbe kötötte. És akkor
jön Padmapadához. És akkor Padmapada ott ül, meditál, Om Nrisimhaya Namaha, Om Nrisimhaya Namaha, Ugram Viram Mahavishnum Jvalantam Sarvatomukham Nrisimham Vishanam Badram Mrityum Mrityum Namam Yaham Om. És semmi. Erre jön a vadász. Hey, Padmapada, nézd, itt van. Mondtam, hogy hozok neked. És akkor így sétál. Elhoztam a Nrisimhát, pontosan, ahogy mondtad. A test olyan, mint az emberé, de a arc, a feje, a karmaja, mint az oroszláné. Padmapada itt nézi, nézi. Gondolta, látja, hogy jön, de egyedül jön, nem látja senkit. Gondolta, na, bekattant az ember itt egyedül az erdőbe ennyi év után. De azt vette észre, hogy viszi, amikor a kötelet egy húzza, akkor a mögötte a levegőbe valami, mit, hogyha valaki körbe van egy húr. Szóval látja, valami van ott, csak ő nem látja, hogy ez micsoda. És ez a boldogság, ez a ragyogás, ami volt, az látta, hogy ez nem örültség, hanem ez egy lelki ragyogás. És azért így rögtön megértette, hogy itt nem, itt valami komolyabb dolog van. És megértette, mivel azért ő is tiszta volt, Padmapada, megértette saját tisztaságával, hogy szerintem ő hozta Tinetri Szimadevet, mert látszik rajta, hogy nagyon szent ez a vadász lett hirtelen. És akkor rögtön egy, amikor ezt látta, akkor abban a pillanatban egy ilyen nagyon alázatos, mély imádkozásba elmélyült, és elkezdte imádkozni, és mondta, kedves uram, kérlek, mondd el nekem az, hogy hogy lehet az, hogy én, aki egész életemben nem csináltam mást, mint mindenféle rituálikat, védek tanulmányozását végeztem, szóval csak próbáltam lelki életet élni, és én sose láttam még téged, itt van egy vadász, pár nap alatt, meg nem csak meglátta téged, össze is kötötte. És akkor az Úr válaszolt neki a szívén keresztül, azt mondta, igen, kedves Padmapada, ne aggódjál, megjön az idő, mikor eljövök hozzád is, de most neked nagy szerencséd van, mert te most kaptál darsant az én emelkedett baktámtól. És akkor így megértette Padmapada, hogy akkor kinek a lelki tanító mestere lehet. Ez a lényeg, hogy ott volt ez a... Ő csak elhitte. Amit mondta neki Brahmana, a Padmapada, a vadász elhitte. Ott volt a hit, amitől beszéltünk, hogy Binatvam, Namana, mint a mantrát is kapta, mert közben ment Nrisimha, hol van a Nrisimha, Nrisimha, és akkor a mantrát vibrálta, amikor keresett, mert mindig tud, mert kellett tudni, kit akar. Már tudta formáját körülbelül, hogy hogy kell kinéznie, és mantrát kapott. Őszinte volt, alázatos volt, gyakorolt, hitte, bízta és gyakorolta, akkor megtalálta az Úr Nrisimhadevet. Ez a mantrának a lényege így működik. És már csak ennyit gondoltam. A következő alkalommal fogunk tovább egy kicsit beszélni a mantrának a hangvibrációknak a természetéről, hogy hogyan működik a hangvibráció. Pár ilyen érdekes dolgot. Valamikor itt erről már beszéltem, de nem baj, mert ezt felfrissítjük, és utána, hogyha még lesz folytatásunk a következő alkalom, akkor kicsit tovább fogunk menni a Nama Tattvába, a szent név vibrációban, és minden alkalommal a végén van lehetőség megállnunk és énekelni, mert mindjárt lesz árati. És akkor tudjuk együtt gyakorolni szent nevet. Akkor ma mit tudjunk gyakorolni? Akkor, hogy szent név nem különbözik Krisnától, Binatvam Náma Námina, Rádisyám, Hare Krishna mantra, egy és ugyanaz. Ezzel a nagy bizalommal próbálni fogunk akkor szépen kienekelni a
Hare Krishna mantrát, és akkor jó fog működni. Oké, vannak kérdések. Nincsen szidem. Igen, Dhritavrata. Igen, hogy nagyon eltökélt volt. Hát, ha mi leszünk eltökéltek, nekünk is lehet kevesebb, mint 20 év. Igen, hogyha valaki eltökélt, akkor nagyon gyorsan. Sivarama Maharaj mondta 3 év. Másképp 30-300. Sivarama Maharaj azt mondta, hogyha valaki jól csinálja, eltökélten, akkor 3 év alatt megtanulja tökéletesen odafigyelni, és utána már jönnek az érzékenységek, utána már jön a igazi mantra kapcsolat. Szóval, hogyha valaki nagyon eltökéletlen próbál fogni ez a gyakorlat, én akarok ezt csinálni, én meg akarok tisztulni, én meg akarok szabadulni dolgoktól, én szeretnék elérni sudanámat, ilyen minden napról napra így ezzel eltökéltséggel valaki csinálja, mint azok, akik akarják olimpiai bajnokok lesznek, az napról napra nagyon komolyan gyakorolnak a saját edzéseket, ugyanúgy itt is. De akkor egy 3 év alatt az elme fix megáll, teljesen meg fog állni a Szent Nevén, nem lesz eltérés, és utána fog már menni a többi. Egyik az, hogy Padma Padai Mayavad szanyászi volt. Egyik szempontból, és akkor ott voltak az akadályok. Egy szempontból bakta volt, de ez a Mayavad dolgok, azok, akik benne maradták a szívébe, azok akadályoztak még. A vadásznak semmi nem volt előzetes. Nem volt mérgezve Mayavad filozófiával, tiszta lap volt. És akkor csak kellett egy kis lángot adni, vagy kis szikrát, és akkor buf, meg. Volt az ártatlan egyszerűség. Így van, ez az ártatlanos egyszerűség, igen. Igen. Mert Mayavad filozófia az elpusztítja az ártatlanosságot és egyszerűséget, ott irítséget ébreszt. Igazából, igen. Másik kérdés? Oké, okay. Köszönjük szépen. Akkor hát pénteken, hogyha valaki akar, akkor lehet jönni, akkor beszéljünk szampradájákról, és ott megbeszéljünk. Szóval mielőtt, most pénteken még nem lesznek nagy történetek, mert még mindig meg kell tanuljunk először a szampradájában, hogy mi az, ami szampradáj nélkül nem, miért nem tudjunk szépen haladni lelki életbe. Mert múltkor beszéltünk eltérésekről, és most pénteken megbeszélünk olyan eltérésekről, ami alapfilozófia, ami nagyon fontos tudni. Mert akkor minket sose lehet megzavarni, sőt, hogyha valaki kicsit zavarodik, akkor mi tudjunk segíteni neki. Szóval megbeszélünk szambanda. Nagyon fontos, mit jelent szambanda, és miért fontos pontos megértése a szambandáról. Mert mindegyik iskola különbözik pont ebbe, mi a szambanda gyán. Szóval ki Isten, ki én vagyok, mi a világ, és mi a mi kapcsolatunk ezek között. Ez mindenhol különbözik, és ez Úr Csaitanyának a tisztasága, a kapcsolatról, amit ő beszél, az adja azt a prémát. Csak akkor. És akkor ott megnézzük, hogy mik vannak, amikor nem így van.
Utána majd fogunk átmenni a következő péntekre a Szampradájának már egy kicsit történetekbe. Oké. Okay. Ezek pénteken, jövő hétfőn folytatjunk a Namatatvat. Sisirad Hashem Asuan Sundara Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai, Nitai Gaura Primanade, Gaura Bhaktavrinda Ki Jai.